Sziasztok, én Bálna vagyok, és ehhez a fantasztikus videóhoz segítségül hívtam kedves Szabó Viktort. Hello, sziasztok! Elvégeztük a Richie Rich Akadémia influencer képzését, és be akarunk nektek számolni arról, amit látunk és hallottunk. Hiszen nem mehetünk el mellette szó nélkül, mert olyan személyek is oktatnak, mint például Benny Pova. Vagy akár R. Bence, óriási ikonok. Hallottuk mindenfajta nagyon hasznos tanácsot és tippet, úgyhogy ez fog most következni. Vágjunk bele! Jó, figyelj, posztold ki, nem tudom, old meg valahogy, figyelj, csak le kell fotózni, jó bármi, megzabálják, jó lesz ez. Következő, csak közben. Jönnek hozzám meg. Hello, szia. Hello. Jöhetek? Nyugodtan, foglalj helyet. Na jó, van, visszahívlak, tényleg visszahívlak majd, mert most dolgom van, aztán. Majd veszi, toljad ki azt a képet, szard le, csak told ki. Jó lesz az. Na, ciao. Náló, hogy hívnak? Bálint vagyok. Szevasz Bálint. Na, hát akkor hány követőd van, kezdjük ott történetet? Hát még csak most akarom elkezdeni ezt az egész dolgot, de itt van, mindent kitöltöttem. Nagyon szuper. Az adatlapomat, meg nagyon fontos jelentkezés, lap, meg minden. Király. Kösz. Nagyon jó, hát akkor befizetted a induló tőkét ott a portán kellett. Igen, készpénzbe kérték. Nagyon király. Nem adtak számlát egyébként. Na, majd adnak, küldik. Idő, tudod ezek idő? Mm-hmm. Na hát az van, egy ilyen vizsgát fogunk csinálni, lesz pár kérdés, hármat hibázhatsz. Hármat? Menni fog, nagyon egyszerű kérdések, ezt mindenki tudja. Ezek igazából ilyen alapok, tudod, a legalapabb dolgok. Úgyhogy vágjunk bele, szerintem készen állsz, király. Nem biztos. Nagyon jó. Akkor így, hogy készen állsz, menjünk is. Na figyelj, Ádika, az lesz Bálint. Első kérdés. Jó. A Facebookon hány másodperc alatt alkotnak véleményt a követők az oldalról? Facebookon. Bizony. Hát nem is használom a Facebookot. Nem. Tippelj akkor. Bár én tudom, de... 3? 7. Hát, ez mi alapján? Mérések. Hádi, mérések. Mérések. Szóval... 7. Hát ez egy hiba, igen, nem baj. Következő kérdés. Hány karakterből állhat maximum a felhasználó neved a TikTokon? Na? Talán 10? Nem? Nem. 20-ba, figyelj, 20. És akkor már csak egy... de figyelj, egyszerű, mondom, ez nagyon egyszerű. Hát egyszerű kérdések. Mikor alapították a YouTube-ot? Hát ezt mindenki tudja. A YouTube-ot? Hát én más kérdésekre készültem, ami a tartalomgyártással kapcsolatos. Ezek kapcsolatosak. Közösségi oldalak, média. Ja, hát végül is 2005, mondjuk. 2006. Hát csak egy évet tévedtem. Hát figyelj, ezt még így gyakorolni kell. Az van, hogy amúgy is féltől meetingen van, szóval jó, hogy itt lezavartuk. Az van, hogy majd figyelj, menj haza, kövess pár influencert, nézz szét. Na, valahogy így készülj fel, mert ez így kevés nagyon. Kevés. De egyébként, hogyha csak ebből áll az egész, akkor... Hogyha tényleg ennyi, akkor miért nem csinálunk ebből egy kurzust, hogy eladjuk azoknak a hiszékeny embereknek, akik úgy jönnek ide, mint én, hogy azt gondolják, hogy segítséget kapnak, de valójában csak egy ámítás az egész, és ezt akár fel lehetne tölteni egy online felületre és árulni, mint fizetős tartalmat, amiről azt gondolják, hogy ettől majd mindenki influenceré válhat. Van az valamit. Ugye? Hát igazából ezt már akár... Most is felvehetjük. Figyelj! Átrakom a meetinget, azonnal neki látunk. Igen? Persze. Szóval. Jó lesz. Nyomjuk!
Üdvözöllek a Ricsi Rics Akadémián, a világ első influencer képző akadémiáján, ami segít abban, hogy elérd a céljaidat. Csatlakozz hozzánk a tartalomgyártóvá válás útján, és legyél te a következő social media sztár. A tartalomgyártás világa sokkal színesebb, mint ahogy gondolnád. Eljött a pillanat, hogy betekintést kapj az influencerek világába. Na, álljunk csak meg egy szóra. Tehát ez egy influencer képző akadémia. Kérem, hogy még senki se röhögje el magát, most ezt próbáljuk meg egy pillanatig komolyan kezelni. Tehát úgy próbálnák oktatni az influencerséget, mintha ez egy tudomány lenne. Egy olyan tevékenységként, ami bárki által megismételhető, azonos eredménnyel. Aki egy kő alatt élt eddig, az még esetleg nem tudhatja, hogy a jelenkor fiatal generációjának példaképei és idoljai az internetes hírességek, más néven influencerek. Ezért értelemszerűen felmerül a kérdés, hogy miért ne próbálnák meg árulni az influenceré válás receptjét pénzért. Jó pénzért. És hogy tudjuk elérni, hogy tényleg fizessenek a tudásért? Hát úgy, hogy azokon keresztül zajlik, akik mögött már ott van az évek és a rutin, no meg sok százezer feliratkozás és követés. Alapvetően nem biztos, hogy ez az egész halára van ítélve attól, mert mondjuk Erbence, Harry Kettner meg Benny Pova tanárunk. Lehetne ettől még jó és hasznos is. A Rolix nevű youtuber is csinált egyébként egy hasonló kurzus, de arra nem fizettünk be, viszont így külsőre sokkal profibnak és összeszedettebbnek tűnik. Nem csak ő csinál kurzust, hanem például én találkoztam a Farkas Timi Insta tippek kurzusával, aminek a landing page-ét így át is böngésztem egy videóba, és hát szerintem ott is ilyen nagyon alap dolgok vannak, legalábbis a leírás szerint az nagyon... De oktató jellegű. Olyasmi, igen. Hát én sokra nem számítottam. Amikor először találkoztam vele, első blikre olyannak tűnt, hogy megpróbálják azokkal az arcokkal, akik már ismertek, megszerettetni, becsalogatni az embereket egy ilyen kurzus ötletbe, hogy itt árulják a tökéletes receptet. Gyanakodva tekintettem erre, és hát a véleményem nem változott meg. Én arra számítottam, hogy majd megkapjuk a teljesen alap dolgokat, tehát mondjuk egy TikToknál is, hogy kell videót feltölteni, stb., és ezt szépen illusztrálják, úgyhogy egyik oldalt a TikTok felülete, másik oldalt meg az adott influencer, aki beszél róla. És hát mint egy általában egy normális kurzusnál, nem? Amikor valamit pontosan tanítanak. Igen. És ebből mi valósult meg? Hát... Az alapok mellett még talán arra is számítottunk kicsit, hogy majd valamilyen motiváló vagy inspiráló erejű lesz az egész, de... Mindjárt mutatjuk, nem igazán ez jött ki belőle. Igen. A Ricsi Rics készítői szájából óriási ígéretek hangzanak el, tehát nem csak az influencerek tolják túl szerintünk a promót, hanem már az oldal olyan dolgokat állít, amikben van okunk kételkedni. Többek között ígéretet tesznek arra, hogy betekinthetünk a színfalak mögé, és hogy feltárulnak előttünk az influencerek féltve őrzött titkai. Hogy hogyan építhetünk Instagram oldalt presetekkel. Hogy hogyan szerkesszünk TikTok videókat, és hogyan építsünk közösséget, hogy százezrek nézzék meg a tartalmainkat. Ezen kívül van még YouTube videószerkesztés, tippek, trükkök és praktikák, hogy az ország legismertebb vloggereivé válhassunk. A szponzorációkról is természetesen tanulunk majd, mert hát ha meg akarunk élni ebből, akkor gondolnunk kell az extra bevételre. Végül pedig tagjai lehetünk automatikusan a Ricsi Rics klubnak, ami elvileg egy Facebook csoport, ahol kimaxolhatjuk a tudásunkat, miközben más influencer növendékekkel társalgunk. Hát ezt ígérik nekünk előjáróban, ami azért valljuk be, nem kis dolog lenne, ha igaz lenne. Ha igaz lenne. Gyorsan szaladjunk végig a weboldal fontos technikai részein. Kapunk egy kurzusok menüpontot a vásárlás után, ami rögtön a prezentációk főre visz minket. A prezentációk mobilon élvezhetetlenek, teljes képernyős módot nem találtam. A videók főre lépve megkapjuk a videós anyagokat, de ha elindulunk sorban, akkor a következő lecke gomb néha nem a következő videóra dob, hanem random másik videóhoz. Ha véletlen visszatérnénk az összes videóhoz, a lecke gomb visszavisz a legelejére, így annyira nem kényelmes a weboldal használata, hiszen klikkelhetünk újra a videók főre, és kereshetjük, hogy hol jártunk. A legfontosabb dolog viszont, hogy sem a prezentációk, sem a videók nem tárolnak olyan adatokat, hogy hol jártunk a megtekintéssel. Utóbbi egyébként beágyazott nem nyilvános YouTube videó. A próbatesztnél és a vizsgánál a visszagomb megnyomása után lefagy a rendszer és nem enged tovább, tehát kezdhetjük előről a kitöltést, a vizsga pedig egyszer végezhető el sikeresen, többet nem, viszont cserébe mutatja, hogy az első kérdésnél járunk. De azt mondjuk nem, hogy melyik kérdést válaszoltuk meg hibásan, és melyiket jól. Itt is van egy visszagomb, ami
szintén nem az aktuális kurzusokhoz visz vissza, ahonnan érkeztünk, hanem bedob az összes kurzus közé. Hogy jót is mondjak, a prezetek letöltése egy klik, működnek és simán használhatóak a Lightroomban. Van az oldalon egy ilyen személyiségteszt, amit bárki kitölthet, és elvileg kiderül, hogy milyen típusú influencer vagy személyiség. Hát igazából azt mondom, hogy 5-ször töltöttük ki, mindenfajta próbálkozásunk volt már. Neked mi jött ki? Error. És neked? De nekem is. Nem vágok neki még egyszer, őszintén kitöltöttem, bazzeng, ez hihetetlen. Szerintem ugyanaz a személyiségünk. Ja, lehetséges. Mindenki egy hiba a gépezetben, és senki se tökéletes, csak az oktatók. Nem tudom, ti is, ha ott vagytok, töltsétek ki, és hogyha nem error jön ki, akkor írjátok meg esetleg kommentben. Persze bárki kitöltheti egy regisztrációért cserébe, igaz? Igen, igen, pontosan. Hát elég fapados. Ja. Igen, ez szerintem a legjobb szó erre a weboldalra, hogy fapados. Hát nem tudom, a fapad legalább le lehet ülni. Erre még nem igazán éreztem, hogy itt bármibe is bele lehetne merülni. De nem kell leragadnunk a weboldalon, lehet, hogy a képzés az tök szuper, szóval mit panaszkodunk igazából. Ja, úgyhogy nézzük is meg az oktatóinkat, hogy ki fog nekünk majd tanítani. Az oktatók felületen 11 különböző híresség mutatkozik be nekünk, akiket már hallásból ismerhettek, vagyis az igazi nagyágyuk olyanok, mint Henry Kettner, Nagy Benedek, vagy éppen Hernádi Bence. Van a TikTok tier, ahol számomra nem igazán ismer, de ettől függetlenül tényleg sok eléréssel rendelkező influk mutatkoznak be, mint például Lady Szomjas, Verebély Vivi és Nagy Norbi, valamint Mac Adrien. A bizarr kategóriába pedig olyanok csúsznak be, mint Szecsó Videó, akiről nem igazán tudjuk, mit keres itt, mivel a tartalma egyáltalán nem az a tipikus netceleb vibe, mint a többiek portfóliója úgy általánosságban. De megvan még említve Marics Peti is, aki igazából sehol nem jelenik meg az oktató oldalon kívül, szóval valószínűleg csak úgy ide tették, mert van egy megvehető Marics Peti preset is az oldalon. Szevasztok srácok, én Marics Peti vagyok, ha tetszik az Instagram feedem és hasonló képi világot szeretnél te is, akkor a Ricsi Rics weboldalon tudod megszerezni a Lightroom preset csomagomat, ott talán. Mindenkihez tartozik egyébként egy rövid beköszönő és kedvcsináló videó, amik helyenként óriási ígéreteket droppolnak. Nagyon fontos, hogy nem a saját stílusomat fogom rátok erőltetni, hanem azt szeretném, hogy megtaláljátok a sajátotokat. Szóval nem a saját stílusát fogja ránk erőltetni, ezért egy Harry Kettner Travel Preset pakkot ajánl a mester, hogy megtaláljuk a saját hangunkat. Very nice. A Ricsi Rics Akadémián meg fogjuk nektek mutatni, hogy hogyan is tudjátok felépíteni nulláról a csatornátokat. Nulláról felépíteni? Na hát ez izgalmasan hangzik, ha bár hatalmas ígéret, lássuk mi valósul meg belőle. Több mint 5 éve foglalkozom tartalomgyártással, YouTube-on kezdtem, azonban az elmúlt 2-3 évben már TikTokra gyártom inkább a tartalmaimat. Itt a Ricsi Rics Akadémián tőlem a transitionöket, a vágási technológiákat és azt fogjátok megtanulni, hogy hogyan tudtok a lehető leggyorsabban növekedni ezen a platformon. Az az arc, aki a húga mellének taperolásával tett nagy hírnévre a YouTube-on. Ez mi? Jézus! Ahonnan aztán mára-már eltűnt, és a TikTokon éli minden napjait. Remekül indul a buli. Hú, hát ez óriási hype, igaz illuszis társaság köreiben tanulhatunk bele az influencer szakma rejtelmeibe, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok. Én is már bekészítettem a jegyzetfüzetet, úgyhogy remélem, hogy sok hasznos úgyhogy infót tudunk majd. Let's do this. Csapassuk. Hát lehetséges, hogy ezt ők sem gondolták komolyan, vagy úgy voltak vele, hogy ha már a megafonosok is a Facebookon tolják, akkor tuti igény van egy ilyen szegmensre is. A modul 4 rövid videóból áll, ahol általánosságban van elbeszélve nagyjából minden. A Facebookot Dévald Ákos tanítja nekünk, aki nem influencer, hanem egy ügynökségnél dolgozik. Nem tudom, hogy miért ráesett a választás, de valószínűleg azért, mert senki nem csinálja a Facebookot, mint fő felület Magyarországon, mármint tartalomgyártási szempontból. Lényeg a lényeg, annyit mondott el, hogy a Facebook haldoklik, de még mindig sok ott a felhasználó, szóval érdemes ide is csinálni valamit. A második videóban a Facebook tartalom típusokról van szó, ez a fejezet címe, és igazából megtudjuk, hogy a Facebookon vannak posztok, lehet live-olni, és vannak sztorik is, úgyhogy ha valakinek ez újdonság volt, akkor tanult valamit. Érdekes volt az is, hogy Ákos külön kiemelte, hogy a Facebookon live-olni lehet, és hogy itt élőben tudunk kapcsolatot létesíteni a követőinkkel. No shit, hogyha live, akkor élőben van, de ez mennyire király, illetve hogy vannak reakciók is a Facebookon, ezt mind fel is sorolta, el is mondta, hogy mennyivel jobb, hogy 6 féle külön reakció van, és hogy erre még jobb stratégiát lehet építeni.
Hát nem tudom, nagyjából ennyi. Nincs semmi vizuális megjelenítés olyan dolgokról, amiket egyébként megpróbál elmagyarázni, mond hasznos információkat, de nem látjuk. Tehát, hogyha valakinek ez az egész új, vagy nem tudja, miről van szó, az igazából csak hallgatja, de nem hiszem, hogy sokat megért belőle. A harmadik videóból megtudtam, hogy legyek önmagam, és hogy a tartalmakkal keltsem fel a figyelmet, mert hogy ez fontos, és ez nem hiszem, hogy valakinek újdonság, de... Hogy mit ne tegyünk, erről is beszélt, ne plagizáljunk, és hát ugye ne másoljunk másokat, illetve ne legyünk offenzívek, ne anyázunk a Facebookon. Nem tudom, hogy ez a kettő is valakinek jelente bármi újat, vagy még nem hallott róla, vagy esetleg saját magától ne jött volna rá, mindeset ez nagyon szépen el volt mondva. Szó esik arról, hogy van a Facebooknak egy Creator Studio része, ami egy ilyen belső felület, ahol mindent lehet irányítani, megnézni statisztikákat, de nem mutatja meg, csak azt mondja, hogy majd később beszélünk róla, mert ez még nem fontos. Ez a fejezet, ez nem a Facebookról szól, ez csak így itt van, így az összes videó között csak így be van dobva, az a cím, hogy szponzorációk, amiben így erről beszél általánosságban nekünk Ákos. Az elején azt mondja el, hogy külföldön alapvetően AdSense-ből élnek meg az influencerek. Mármint nyilván, aki YouTube-ra gyárt YouTube videókat, de egyébként mondjuk a Facebookon nem hiszem, hogy meg tudsz élni AdSense-ből, mert nincs is ilyen. Vagy a TikTokon, vagy egyébként az Instagramon. Szóval, ja, ez igazából csak akkor az, hogyha YouTuber vagy. Na mindegy, szóval nem is értem. A lényeg az, hogy Magyarországon viszont kénytelenek szponzorációkhoz nyúlni a tartalomgyártók, mert nem tudnak megélni a Google AdSense-ből. Megtörténik a felvetés, hogy tehát mit kell tenni, erre annyira nem kapunk választ, viszont az nagyon jól el van mondva, hogy milyen típusú szponzorációk vannak, van a pénzalapú, van a cserealapú, meg van a hibrid. Úgyhogy ezt megtudhattuk, hogy vagy pénzt kapsz, vagy valami cuccot. Értitek, ez egy oktatóanyag, ez egy kurzus lenne, ahol én fizetek azért, hogy valami olyat halljak, amit még nem tudtam. Lehetséges, hogy egyébként nekem nehezebb újat mondani, mint annak, aki 16 éves és most próbálkozik ezzel először, de akkor se gondolom azt, hogy ez valami olyat ad, amiért érdemes pénzt adni. Az egész nekem nagyon ilyen tárgyalásszerű volt, eszméletlenül formális, majdhogy nem már inkább ilyen magázódó, úgyhogy egyáltalán nem volt laza, remélem, hogy a többi videó, amit nézek, ez egy fokkal talán oldottabb lesz, mert itt azt éreztem, hogy erős feszültség van, meg ilyen nagyon üzletes az egész hangsúly, szóval akinek ez bejön, hát annak je... Én egy kicsit fenntartásokkal kezeltem ezt. Ami érdekesség volt, és a többi oktató videót is jellemezte, hogy semmi grafikai megjelenítése nincs, tehát amiről beszélünk, azt nem látjuk. Semmi szemléltetés nincs benne, csak igen, beszél valaki a kamerába. Úgyhogy ha valami érdekes, fontos, okos dolog hangzik éppen el, akkor azt a prezentációkban lehet megnézni, ami egy külön feltöltött kategória a weboldalon, amikhez nincsen hanganyag, csak szlájdok. Prezentáció, tehát ilyen PowerPoint? Nagyjából igen. Jó. Hogy azt tudod lapozgatni, és good luck. És egyébként a prezentációkban is csak pontokban szedve láthatjuk, tehát ha van egy TikTok funkció, amit ide kell kattintani, oda kell kattintani, azt is csak leírva látjuk, szóval nem ilyen ábrákkal. De van mellékelve valami stock fotó arról, hogy éppen TikTokozik valaki, vagy selfizik. Igen. Most, hogy így mondod, egy-két stock fotómat nekem is felhasználták, szóval... Tényleg, tényleg. Legalább a stock fotók jók. Igen, igen. TikTok szegmensnek nagyon nagy feneket kerítettek, ugyanis itt több oktatóanyag is van, mint az eddig megszokottak. Az első oktatónk nem más, mint R. Bence, aki hát megpróbál technikai részekről, vágásról beszélni nekünk a címek alapján. Így van, a másik oktató párosunk, mert ott két személyt is kapunk, Vivi és Norbi, akik együtt gyártják a videókat, úgyhogy valószínű ők is sok hasznos dolgot fognak nekünk elmondani a TikTokról és a TikTokos videógyártásról. Úgyhogy én nem bíznám a véletlenre ezt így. Készülni kell erre. Szóval itt vagyunk a TikTok képzésbe, TikTok alapok, kezdetek fejezet, magukról sztorizik Vivi és Norbi, nagyon szimpatikus embereknek tűnnek ez alapján. Elmesélik, hogy ők hogy kezdték,
mikor kezdték, volt egy videójuk, ami viral lett, utána jött két videójuk, amit nem nézett meg senki, utána kihívásokat csináltak, majd váltani akartak, és volt benne egy tanács, hogyha másolsz videókat, akkor rakd bele önmagad is tulajdonképpen, majd folytatják a sztorizást továbbra is saját magukról. Következő fejezet, TikTok funkciók és megosztási tippek. Ebben a fejezetben valamiért szar volt a hang, igazán újra lehetett volna venni, ha már ez egy minőségi képzés akar lenni. Folytatják magukról a sztorizást, a videó fele arról szól, hogy ők hogyan változtattak nevet, meg mit írtak a biójukba, ez nyilván akkor érint téged, ha te vagy Vivi és Norbi, amúgy meg rohadtul nem hasznos, amit elmondanak. Volt még egy idézőlesen tipp a fejezetben, hogy legyen jó profilképed, de nem fontos. Most akkor igen, TikTok saját tapasztalatok, elmondják milyen pontok vannak a statisztikámra, tehát továbbra sem mutatják ugye a screeneket. Majd megtalálod, figyelj, nem kell elmondani hol van, meg megmutatni, majd kikeresed magadnak. Mivel nem írja a korosztályt, hogy milyen korosztály nézi a TikTok tartalmakat, ezért most figyelj, ők megtippelik. Érted? Ez elhangzik egy fizetős képzésben, hogy nincs statisztika rá, de tippeld meg magadnak. És a kommentek alapján tippelik meg. Mondanak benne egy olyat, hogy ugye a live mutatja, hogy hányan vannak fent. Ez már nem up to date, ezt kiszedték ezt a funkciót, és amúgy elmondják, hogy nem is tudják nagyon, hogy hogy működik ez a funkció, mert nem szokták használni. Basszus, te oktatod ezt. Te oktatod a TikTokot is. Egyszerűen csak ki lehetett volna hagyni ezt a live-ot, vagy odaadni mondjuk Erbencének, hogy mondja elő, hogyha ő szokott live-ozni, vagy keresni egy olyan oktatót, aki szokott live-ozni, és tud beszélni a platformról. Ez abszurd, hogy elmondják benne, hogy ők ezt nem vágják ezt a funkciót, mert nem szokták használni. Utána megint lényegtelen infók, hogy annó milyen új funkciók jöttek be, amiket teszteltek, de most már mindenki számára elérhető. Köszönjük! Egyébként ez a fejezet lett volna az, amiben még nekem is lehet újat mutatni, én a YouTube-on vagyok nagyon otthon, nyilván ott is lehetne még új dolgokat mutatni, de itt a TikTokon biztos, hogy van olyan TikToker, aki tudna új funkciókat mutatni nekem, amire így néznék, hogy wow, ezt nem is tudtam. Vivi és Norbi semmi hasznosat nem mondanak el a videókba. Ezt így ki lehet jelenteni. Tök jól elsztorizgatnak magukról, hogyha ez egy YouTube videó lenne, tök szívesen megnézném, hogy ők hogy építették fel a kis TikTok karrierjüket, de számomra, ha most kezdeném, vagy most vagyok a TikTok elején, a kis szerény 10 000 TikTok követőmmel, semmi újat, semmi hasznosat nem mondtak. Nos igen, Erbence a clickbait földi helytartója is tanít minket 4 videón keresztül. Érdekes viszont, hogy ezekben az oktatóanyagokban nem tűnik beképzeltnek vagy önelégültnek, és egészen jól sikerült elmagyarázni, amit szeretne. Erbence a TikTok tanár úr. Az első videó, aminek az a címe, hogy TikTok transitionök, vagyis áttűnések, most akkor röviden elmondom, aki nem tudja, az az effekt, amikor egyik képről a másikra átváltunk, és közte van valami. Az elén egy ilyen kisebb történelem órával kezdünk a TikTokról, illetve Bence sztorizgat arról, hogy ő miért kezdett el TikTokozni, illetve hogy kezdte el, akinek ez izgalmas, meg érdekes, meg szeretné érte fizetni, itt a hely a Ricsi Ricsen. Elmondja, hogy gyorsan lehet növekedni a TikTokon a többi platformhoz képest, tökre igaz, nagyon is helytálló. Illetve az utolsó 2 percben elkezd mesélni nekünk a transitionökről, de semmit nem mutat meg, majd valamikor el fogja mondani, de azért szót ejt arról, hogy létezik a green screen, vagyis zöld háttér, ami tök jó dolog, hogy van. A második videónak az a címe, hogy TikTok időzítő vagy timer használata. Bence elmondja, hogy létezik a TikTok applikációban egy olyan funkció, ahol lehet időzíteni, hogy mikor kezdődjön el a felvétel. Bence ennyit csinál, többet nem mond el, ezt magyarázza el, hogy ez hogy működik, hogy hány másodperces időzítő van, de effektíve nem mutatja meg, nem látunk a képernyőn semmit, hogy ténylegesen ez hol van, hogy kell megnyomni, semmi. Tehát, hogy semmi ilyesmi. A videó második felében pedig a lassítás funkciót magyarázza el, ami ugye nincs a videó címében, de itt van, tehát TikTokon le lehet lassítani a felvételt, ez tök jó. Erre hoz 2 példát, ami egyébként nem a sajátja, hanem valahol találták a neten. Úgyhogy ha valaki nem tudja elképzelni, hogy milyen egy lassított felvétel, akkor most megmutatom. Nagyon-nagyon jóvá tudjuk vele tenni a videóinkat. Tessék, Bence nagyjából ezt magyarázta el ebben a videóban.
Ugorunk a következőre. A harmadik videóban Bence a green screenről mesél nekünk. Nagyon sokat mesél, valójában nem mutatja meg, hogy hogyan kell használni a TikTok alkalmazásban, amiről kéne szólni ennek a kurzusnak, tehát én nem tudtam meg, hogy a TikTokon ez hol van, hol tudom elérni, hogy működik, stb. Minden esetre mutat pár példát, és elmondja, hogy milyen klassz dolog, hogyha a hátteret ki tudod cserélni. Nem tudok többet mondani, mert ez egy 3 perces videó, és semmit nem... Tehát, hogy ennyi történt benne. Bence utolsó videója a Finger Snap Transitionről szól. Elmagyarázza ugyan, megmutatni nem mutatja meg, hogy a TikTokon ezt hogyan kell szerkeszteni, ami egyébként hasznos lenne, mert szerintem ennek erről mindenkinek van fogalma. Tehát, hogyha egy-egy csettintek és most napszemvegen van, ahogy Bence kolléga is teszi, oké, rendben, de hogy kell a TikTokon megcsinálni, az jobban érdekelne. Mindenesetre azt nem tudtuk meg belőle. Ami felkeltette a figyelmet, az a következő mondat. Legközelebb a Basic 3 modulban találkozhatok velem, addig is jó gyakorlást kívánok nektek, sziasztok! Tehát a Basic 3 modulban fogunk vele találkozni, nincs is olyan modul, hogy Basic 1 vagy 2, szóval lehetséges, amikor ebben a stádiumban volt ez az egész produkció, akkor még nagyon máshogy álmodták meg ezt a Richie Rich dolgot, de látjátok, hogy mennyire zavaros ez az egész? Szerintem ők se tudják, hogy mit akartak pontosan. Összességében viszont Bence mind olyan dolgot mondott el, ami egy alapfelhasználónak tök hasznos lehet, hogy ezekről szerez információt, ami nagyon nagy probléma, hogy egyik se volt szemléltetve, hogy a TikTokon ez hol érhető el. A prezentációban le van írva szöveggel, hogy ez hogy van, de most tényleg nem lehetne ezt megmutatni, nem lehetne csak ezt betenni, mert akkor már értelmes lenne. Meglepődtem, hogy Bence nem volt nagyképű, visszafogott volt, normálisnak tűnt, szóval ez volt talán még a legnormálisabb, amit eddig láttam, de ja, olyan sokat nem lehetett fizikailag belőle tanulni, mert nagyon egyszerű tudást magyaráztak el, és nem volt szemléltetve. Érdekes módon az Erbence oktatóanyaga volt talán az egyetlen a sok közül, amiben valami érdemi információ, ilyen tanító-oktató jellegű dolog is elhangzott. Praktikus tanács és tudás elhangzott. Egy-kettő ilyen bevágás is talán volt, de olyan volt, mintha véletlen történt volna. Lehetséges, hogy véletlenül, mindesetre meglepő volt, hogy mindezek közül, akik egyébként valószínűleg nagy tudású tartalomgyártók, Erbence volt az egyetlen, aki megpróbált tanítani. Nem számítottál erre, igaz? Ez nagyon unexpected volt nekem. Az élet kiszámíthatatlan. Az Instagramot azt Nagy Benedek oktatja le nekünk. Tulajdonképpen ez már tök más hangulatú, mint a Facebookos volt, hiszen itt egy ilyen sokkal barátibb, sokkal közvetlenebb, ilyen házi buliba sztorizgatós hangulatú videót kapunk, továbbra sincsenek bevágva képek vagy ábrák, de helyette egy csomó sztorit hallhatunk Benitől. Igen, és megtudunk róla érdekes dolgokat, például, hogy ő mi alapján rak ki egy Insta sztorit, vagy egyébként, hogy mikor posztol, meg hogyan. Vagy hogy melyik sztoriát hányan néznék, ami amúgy számunkra abszolút nem releváns, mert nem tudjuk, hogy mikor volt ez, hétvége, hétköznap, mennyien követték épp, úgyhogy... Vagy bármi egyéb körülményt, ami hasznos lehetne ahhoz, hogy belekezdje be az egészbe, vagy hogyha már van meglévő Instagram profilod, hogyan alkalmazkodj. Nagyjából mind a 4 videóban ez van. Benny sztorizgat nagyon sokat a saját élményeiről, tapasztalatairól, ballépéseiről és sikereiről. Hasznosnak nem mondanám, de érdekes, pont olyasmi, amit egy livestream közben el tud mesélni az ember két Fortnite meccs között. Benny első videójában az Instagram alapokról, illetve kezdetekről mesél nekünk. Szó szerint kell érteni, hogy mesél, mivel nagyjából a videó 90%-ában magáról sztorizgat, hogy ő hogy kezdte, hogy ő mit csinált a legelején, hogy volt az első képe, mit csinált régen a középiskolában. Nagyjából ennyi az egész videó. Olyan, mint egy rendes Benny Pova interjú. Egyetlen tippet azonban mond, az pedig egy nagyon fontos tanács, ne legyetek inaktívok. Hiszen, hogyha inaktívok vagytok, akkor kiestek az algoritmusból, nem fognak úgy jönni a nézettségek, mint amikor tényleg ott voltatok a toppon. Bizony ne csináljátok ilyet, mert akkor nem jönnek a nézettségek. A következő fejezet az Instagram tartalom típusok, ami egy masszív sztorizás kb. 10 percig. Elmondja, hogy vannak posztok, meg sztorik, illetve van IGTV vagy Instagram TV, de ő ezt nem szokta használni. Úgyhogy az IGTV-t azt még én is tanulom. Miért is ő tanítja ezt? Benny elmondja, hogy általában ösztönszerűen posztol, ami nem tudom, hogy mit jelent, és nem tudom, hogy kinek segít, de ezt meg tudjuk. Legsikeresebb tartalom ötlet pedig nem más, mint hogy egy kisgyerekkel vagy egy
kiskutyával fotózkodjunk, Benni szerint ezek futnak a legjobban az Instagramon, úgyhogy én egy nagy szarba vagyok, mert csak egy teknősöm van. Ezután megtudhatjuk, hogy mi volt Benni legjobban teljesítő sztória és posztja, nem sokat tudunk meg belőle, csak az, hogy ezek így alakultak, nem tudjuk miért. Ami jó tanács volt az, hogy legyen egy menetrendet, tehát alakíts ki azt, hogy mikor posztolsz, mert akkor a követőid tudni fogják, hogy általában mikor vagy jelen az Instagramon. Szóval ez végül is fontos. Nem tudom, itt mennyire érdemes belemenni a részletekbe, mert nyilván ti nem azért vagytok itt, hogy valamit tanuljatok, de például Benni kurzusában egy szó sem esik az Instagram reelekről, ami tulajdonképpen az Instagram válasza a TikTokra, és jelen pillanatban leginkább támogatott formátum az algoritmus által. Ebből is látszik, hogy milyen gyorsan változik a social media, és hogy milyen hamar évül az a tudás, amit ebből próbálunk átadni. De a vége a leghihetetlenebb ennek az egész videónak. Hogyha utazás van, akkor talán rászánom magam, hogy meg is fényeljem azokat az adott képeket, hogyha mondjuk videóról van szó, vagy tényleg hirtelen a telefonon le kellett kapni valamit, hát ezt nem igazán szoktam, az mehet ki. Jó van az úgy. Jó van az úgy, csak tedd ki. Ez egy fizetős kurzusban a tanács. Jó van az úgy. Fényelésről, színezésről beszélünk, akkor hát a világ legjobb dolga erre a preset. Én is szoktam használni, mert hát van már egy bevált séma, azt csak így ráhúzom a képre, kicsit korrigálok, azt csókolom. De ennyi, ott a preset, azt csókolom. Nem kell itt szarakodni, csak vedd meg a presetet, azt csókolom. Úristen, én mennyit röhögtem ezen a részen. Instagram első lépések. Nagyon fontos, hogy egyszerű és kreatív nevet válasz. Mint például Benni Pova. Volt hasznos tanács is, például, hogy használd a Linktree-t, ami azt jelenti, hogy ha az Instagram biódban van egy link, akkor ha valaki rákattint, akkor sokkal több linket meg tudsz benne jeleníteni. Ez be van vágva, de nincs elmagyarázva, hogy hogyan installáld, hogyan rakd fel, hogyan kell az egészet elképzelni, szóval csak van ott egy kép, meg az, hogy ez tök jó. Én értettem, de aki sose látott még ilyet, azt szerintem nem fogja. Illetve a videó végén Benni elmondja, hogy hogyan törték föl neki kétszer is a YouTube fiókját, felelőtlenségből vagy nem odafigyelésből. Ő vele ez megtörtént, és azt ajánlja, hogy velünk ne történjen meg, úgyhogy kapcsoljuk be a két lépcsős azonosítást. Nagyjából ennyi volt ebben a videóban. Az utolsó fejezetben pedig Benni az Instagram business profilról beszél. Elvileg ezzel új szintre emelheted az Instagram fiókod, minden másra pedig ott van a PPT, ami majd elvileg megmagyarázza neked, hogy ezt hogy csináld meg, hogy ez miért jó. Benni elmagyarázza továbbá, hogy mit jelent a reach és az impression, nem tudom egyébként, hogy ez magyarul így van-e az Instagramban. Nem, magyarul nem így van. És nagyon vicces a vége, mert ott elmondja nekünk, hogy a filterek milyen jók, és szóban elnavigál minket, hogy hova kattintsunk. Tehát képzeljétek el, amikor mondjuk a matek tanárotok szóban magyarázza el nektek az algebrát, vagy nem is tudom, a geometriát mondjuk a sokkal jobb példa, hogy így kell meghúzni, meg ott ilyen szög. Na, nagyjából ez volt az érzésem. Nem igazán értem, hogy miért nem lehetett ezt bevágni. De tényleg csak ezt legalább. Ennyi volt tehát Benni kurzusa. Őszintén szólva, én nem hallottam új információt, ami pedig elhangzott, az akár hasznos tanács is lehet, de enélkül is szerintem rohadt jól megvagy, illetve nem tudom, hogy ezért miért fizetne valaki. Tehát, hogy nagyon kevésnek éreztem, de nagyon vidám volt, marha laza volt, azt csókolom. Jó van az úgy. Na és így összefoglalva, fel tudsz idézni valami hasznos tippet vagy trükköt a kurzusból? Igen. Hát az, hogy a hatalmas elérésnek a titka, az, hogy mindenképpen legyen egy kis állatod. Na, folytatjuk, vagy mi lesz? Ideje kicsit más vidékre kalandoznunk, ugyanis a YouTube-ot fogjuk most érinteni a következő fejezetben, amiben Szecsó lesz a segítségünkre, úgyhogy nézzük meg, hogy ő mit fog nekünk oktatni. YouTube videózás alapjai kezdetek. Azt hinnéd, erről szól a fejezet, a leírásban ott van, hogy Szecsó mesél arról, hogy ő hogyan kezdte a videózást, és félúton elkezd többes számban beszélni magáról és a csatornájáról. Mondanám, hogy több van ebbe a fejezetbe, videózás alapjai nincsenek, azok nincsenek, de a kezdetek, Szecsó kezdetei ott vannak. Köszönjük! YouTube stratégiák kialakítása és statisztikák elemzése. Felénél járok a videóban, eddig annyi volt, hogy elmondta, hogy a TikTok miatt sok inger kell ahhoz, hogy fennmaradj. Van benne egy ilyen mondat, hogy aki jó helyen keresgél, jó statisztikákat néz, az fent fog maradni. De hogy mi a jó hely és mi a jó statisztika, nem tudjuk meg, nem derül ki a videóból.
igen, visszamegyünk oda, hogy elkezdte, mit nézett, milyen statisztikákat, ilyen basic dolgokat mond el, hogy fontosabb a komment, mint a like, meg hogy a fiatalabbak kommentelnek, az idősebbek nem. Like-dislike arányról beszél, arról, hogy az nem annyira fontos. Ember, 2022-ben nincs dislike, nincs ilyen, megszűnt. Előkerül az átkattintási arány, meg hogy az indexképed, meg a címed legyen jó, de hogy mitől lesz jó, azt nem mondjuk ki. Egyszerűen ez a fejezet amúgy engem felbasz. Utána rátérünk arra, hogy meddig nézik a videót, ugye arra is van egy statisztikánk, továbbra sem mutat semmit, csak azt mondja, hogy itt van egy ilyen kis statisztika, meg tudod nézni, de hogy hol, vagy mit kell nézni azon, nem derül ki. Régi YouTube tudását elmondja itt nekünk, amit még tanulta, amikor még figyelte ezeket a számokat, vagy nem tudom. Olyan, mint egy hülyének néznének amúgy, hogy YouTube stratégia kialakítása és statisztikák elemzése, ez a fejezet címe, és a stratégiák kialakítása bármit is jelent. Ez a szó összetétel nincs benne. Például jókor mondod a videóban, mondjuk a végén, hogy iratkozzanak fel, kövessenek be. Ennek is érdemes egy olyan stílust adni, hogy ne legyen erőszakos, de ne is legyen ilyen nagyon-nagyon alámerülős. És elmondja a videóban, hogy mondd a nézőidnek, hogyha tetszik a tartalom, iratkozz fel. Ez valami vicc amúgy. Végre, vége. YouTube trendek és eszközök, szoftverek a videó készítéshez. Na nézzük, lesz-e benne bármi szoftver. Nekem az első videós emlékeim. Úgy kezdődik a fejezet, hogy nekem az első videós emléke. 18 éves lehettem, amikor egy családi nyaraláson voltunk Mallorcán. Nagyjából ezek voltak az első pillanatok, amikkel elkezdtünk. A fejezet elején megtudhatjuk, hogy hogy találkozott Szecsó a videózással, aztán arról beszél, hogy olyan trendeket lovagoljunk meg, amik illenek a csatornánkba. Ezek basic, ilyen alap dolgok. Tehát olyan, mintha azt mondaná, hogy kimész az esőbe és vizes leszel. Alap igazságok, amik néha elhangzanak és talán hasznosnak tűnhetnek, de nem azok. Végre egy hasznos dolog, mert elhangzik a DaVinci Resolve, hogy az egy ingyenes és jó program, ezt én is alá tudom írni. Talán az első pozitívum, ami egy átlag videó számára hasznos lehet. Az első, mindig visszatérünk itt Szecsónál, hogy mi volt régen, de a TikTokos kurzusnál is visszatértünk arra, hogy régen, amikor indult a TikTok, régen, amikor mi ott voltunk, amikor én, régen, ezt csináltam, azt csináltam, így csináltam, én időmben még nem voltak tutoriálok, jelenbe, tehát hogy ez a képzés nem régről szól, itt nem nosztalgiázgatni kéne, olyan, mintha beültették volna a tartalomgyártókat, és azt mondták volna nekik, hogy meséljetek arról, ti hogy kezdtétek, de lehet, hogy ez történt. És akkor adtunk valami hangzatos címet, hogy eszközök és szoftverek videókészítéshez, és elhangzik benne egy darab program, egy darab videóvágó program, ennyi. Semmi más eddig. Ebbe a témakörbe így bele-bele kapunk kicsit a szponzorációkba, de így épp, hogy egy-két mondat erejéig. És egyébként azt vettem észre így összegezve a végére, hogy egy dolog van, amit meg tudunk tanulni az influencer képzésből. A Szecsó is nagyon profin csinálja ezt, hogy bármilyen kérdés vagy témakör van, tökéletesen át tudja saját magára vezetni, és el tud kezdeni arról beszélni, hogy ő hogy csinálta, ő mit élt meg, neki van egy sztoria, szóval lehet, hogy ez az, amit igazából meg kéne tanulnunk ebből az influencer képzésből, hogy hogyan beszélj saját magadról, ha kapsz egy kérdést, hogy mit gondolsz mondjuk a politikai helyzetről, hogy vezesd át azt a kérdést saját magadra. Lehet, hogy ez az egész tanfolyam értelme. Egyrészt hogyan húzd le a követőidet pénzzel, mert ugye minket is, hát tulajdonképpen nem kaptuk meg a második képzést, másrészt hogyan beszélj mindig saját magadról. Lehet, hogy ez a konklúziója. Felidegesített ez a kurzus. Elérkeztünk a vizsgához, ahol ugye az eddig megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat kell majd hasznosítani. Bocsi. Elérkeztünk a nagy pillanathoz, következik a vizsga, ahol a felhasználható tudásokból, információkból kell majd kamatoztatnunk a tehetségünket, és egy teszten át kell mennünk. Ennyire komoly lesz a vizsga. Csak a szememet ne. Elérkeztünk tehát a nagy pillanathoz, most fog következni a vizsga, ahol az eddig megszerzett tudásunkat és tapasztalatunkat kell majd felhasználni, hogy átmenjünk ezen az óriási nagy erőpróbán. Úgyhogy már fejben készítjük is az ismereteinket, amiket tanultunk, a vágást, a fényelést, a képszerkesztést. Az összes ilyen hasznos dolgot, amit nem tanultunk meg egyébként a képzésen, de minden itt van a fejünkben. De hát a vizsgában, hát ha benne lesz.
Ja, a vizsgába lehet, hogy rá kérdeznek, igen. Reméljük. Nézzük. A vizsgát nem úgy kell ám elképzelni, hogy külön le van bontva a megfelelő platform típusokra, amikor a modulok szóltak, és nem is úgy, hogy a kurzus során elhangzott tananyagot kérik rajtunk számon. Ezek a kérdések mind hétköznapi felhasználói tudásra alapulnak, mint például, hogy mikor alapították a YouTube-ot, vagy hogy ki alapította a Facebookot, vagy hogy mi a YouTube legfőbb vetétársa. A próbateszt és a vizsga egyébként teljesen megegyezik, van ez a 20 kérdés, amit megadtak, és mafu. Szerintem ezt a vizsga dolgot valaki kevesebb, mint egy óra alatt csapta össze, és sajnos eléggé jól mutatja, hogy mennyire vérszegény próbálkozás eddig ez a Ricsi Rics történet. Amúgy átmentünk a vizsgán elsőre, úgy, hogy még egy videót sem láttunk a kurzusból. Nem mintha ez jelentene bármit is. Összegezve az egészet, és úgy figyelembe véve azt, amit a videó elején is mondtunk, hogy mire számítottuk, hát nagyba az elvárásaim alját sem súrolta a képzés, ha mondhatjuk így. Számítottam rá, hogy én nem sok hasznos dolgot fogok tanulni belőle, mert videót vágok, meg képeket szerkeztek így munkaszinten, de azért úgy valami egy-két tippet vagy trükköt azért vártam úgy magáról, mondjuk a TikTokról, abban nem vagyok annyira otthon, vagy bármi újdonságot, de úgy nem igazán érkezett semmi. Hát én úgy érzem, hogy két dolog lehetséges, vagy az, hogy itt még csak a kezdés volt, tehát annyira kezdő kurzus volt, hogy igazából csak kertcsináló volt a többi ez, ami ugye drágább, és hát biztos több tudás van benne, mert sokkal több praktikum, vagy valójában ennyire felszínes ez az egész szakma, és nem a tudás a lényeg, hanem inkább a hozzáértés, és az, hogy folyamatosan csinálj valamit, bocsánat, nem a hozzáértés, hanem a gyakorlás, és hogy ezt a dolgot, ezt ne hagyd abba és csináld, illetve hát nem kell ehhez oktatóanyag, hogy te feltölts egy videót, és az emberek megnézzék, úgyis meg fogják neked mondani a komment szekcióban, hogy jó-e vagy nem. És akkor meg itt a konklúzióban belemondanám, hogy ezen a fórumon, vagy ezen a felületen egyáltalán nincs lehetőség véleményt írni, nincs feedback, szóval bárki, aki ezt a kurzust elvégezte, nem tud senkivel se kapcsolódni, ugye? Így van, se egy értékelés, se egy komment szekció, azért elvégeztem már én is, meg gondolom te is pár kurzust a neten, máshogy épülnek fel ezek. De az van hirdetve, hogy valami VIP Facebook csoportba leszünk meghívva. Hát mi még nem kaptunk meghívót, szóval... Vagy létezik ez a csoport, és mi nem tudunk róla, mert annyira titkos, vagy nem találjuk, és az oldalon se kaptunk róla semmit, se e-mailt, úgyhogy hívjatok meg, ha van ilyen Ricsi Rics titkos klubba Facebookon. Szívesen csatlakozunk. Igen, igen. Ezt mit cserélnénk arról, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok. És akkor most várunk? Szeptember 15? Igen. Hát vártunk, de más is történt, amiről muszáj beszámolnunk nektek. Mert mi magunk se hisszük el. Ugyanis épp felvettük volna a képernyő felvételeket, amikor is eltűnt az egész weboldal. Nagyjából 8 nappal azelőtt, hogy most itt vagyunk, tehát 8 napig nem állt rendelkezésünkre ez az oldal. Most már szeptember 15 után vagyunk, visszakaptuk, visszatér, de hát ez is egy érdekes sztori, úgyhogy ezt is elmondjuk nektek, hogy hogyan, meg hogy azóta van-e új fejlemény. Tulajdonképpen, amikor eltűnt az egész weboldal, akkor úgy voltam vele, hogy mi történik, ha épp most megszűnik az egész, és nem lesz semmi bizonyítékunk, hogy egyáltalán létezett, úgyhogy elkezdtem bújni az internetet, és van egy Internet Time Machine, ami bizonyos állapotát a weboldalaknak megjegyzi és tárolja, és megtaláltam a Ricsi Ricsnek is egyik ilyen változatát, azt hiszem a tavalyi évről, és elég érdekes dolgokra bukkantam. Ugyanis sokkal nagyobb kaliberű dolognak indult ez az egész, mint amit most látunk belőle. Több kurzussal, egészen nem is tudom, a platina vagy a gyémánt, diamond szintig, tehát hogy rengeteg különböző eleme volt ennek annó, és valahogy ezek aztán nem tudom, hova kristályosodtak a jelenlegi egy kurzusban. Minden esetre, ja, nagyon ambiciózus volt. Talán túl nagyot álmodtak a srácok. Egy másik is érdekes dolog, hogy én is nézelődtem, és a LinkedIn-en találtam némi információt arról, hogy akik a Ricsi Ricset annó megálmodták, megcsinálták, azok azt látták bele, hogy konkrétan a világon egyedülálló platformot építenek, és hogy ilyen korábban nem volt, nagyon büszkék rá, hatalmas csapattal, stb. Szóval érdekes, hogyha valaki ennyire hisz valamiben, és tehát olyan szintekig eljött, hogy a saját üzleti profilján dicsekszik vele, de valójában ez történik, és ezt kapjuk, az nem egy lebőgés? Végül is egyedülálló lett, csak nem pont úgy, ahogy megálmodták. Az biztos, az biztos. Amikor már majdnem egy hét telt el, és én már megpróbáltam több kontaktomon keresztül is valamit megtudni erről, akkor jöttem rá valaki tanácsára, hogy azon a számlán, amit én kifizettem, azon van egy telefonszám. Én ezt felhívtam,
és azt az infót mondták, bemutatkozás nélkül, ha jól emlékszem, hogy délután föl lesz az oldal, doménhiba történt. Jó, gondoltam, ez így is fog történni, de még ehhez képest 4 napot kellett várni. Hogy... Azt nem mondták, melyik délután. Igen. Ami még érdekesség, hogy továbbra is ott van a második kurzusnál, amit ugye mi már megvásároltunk, hogy majd szeptember 15-én lesz elérhető, bár nem írják, hogy melyik évben. Igen, tehát, hogy igazából nem hazudnak nekünk, hanem kicsit össze akarnak zavarni, biztos ez is része a kurzusnak, nem? Hogy így átlás a szitán, ravasz influencer legyen. Nem tudom, szóval ez már nyilván az a kategória, amikor az arcodba hazudnak, itt van, megmutattam itt a képen, hogy kifizettem a kurzusért a pénzt, és üres, tehát, hogy már bele se lehet menni, mint korábban. Amikor még nem volt az oldal lekapcsolva, akkor bele tudtunk menni, sajnos azt nem tudjuk megmutatni nektek, hogy üres volt, tehát hogy nem volt benne semmi azt hiszem a Lightroom preseten kívül. Igen, igen. És most már egyáltalán nem tudunk odáig eljutni, mert a vizsgánál megakadunk, úgyhogy várjuk a válaszokat. Egy biztos, tartjátok távol magatokat ettől, amilyen állapotban jelenleg ez az oldal van, ebből se tanulni, se olyan dolgot nem lehet szerintem kapni, ami nektek segíteni abban, hogy bármilyen tartalomgyártók is leessetek, jók vagy rosszak. Viszont amit még fontos leszögeznünk, hogy annyira kiszámíthatatlan ez az egész sztori, semmire nem számítottunk, szóval lehet, hogy kikerül a videónk, és másnapra fent lesz a második, meg a harmadik kurzus is. Amik nagyon királyak, és mindent megtudhatsz belőlük. Igen, szóval nem tudjuk, mi lesz a következő lépés. Igen, ez is benne van, minden esetre nagyon izgalmas, ahogy így alakul ez a magyar Ricsi Rics szaga. És továbbra sincs Facebook csoport, tehát azt is várjuk, hogy megtörténjen az egyik ígéret. Konkrétan az oldal leállásával kapcsolatban láttál te bármilyen Facebook vagy Insta posztot, vagy sztorit? Ja, nem. Én hát sem. Én úgy vagyok vele, szerintem, hogy ez valakinek a projektje, és akkor, ha ő nem vesz észre, az egy ember, akkor igazából másnak se tűnik fel. Hát feltűnt az illetőnek, csak kicsit későn kezdett el lépni. Hát mikor felhívtuk, szerintem akkor ja, hogy fel az egész. Ne, komoly. Tudod, így bepötyögte, és így basz, nem jön be. Ó. Egyébként most már azon igazán feltöthetnék a második adagot, hogyha létezik második adag. Búzus, mert kifizettem. Egyébként még fun fact, hogy majdnem meg tudtuk venni a domént is, mert a ja. GoDaddy oldala betöltött, szóval nem tudjuk, mi történt, lehet, hogy lejárt a domén, vagy a tárhely, vagy fene tudja, de volt egy ilyen kis érdekesség. Elképesztő. Nem tudom, hogy ezeken már meg se kéne lepődnem, hogyha valamit bejelentenek Magyarországon, amiben ott vannak ezek a magyar videósok, meg a nagy ügynökségek, és egy nagy lebőgés az egész. Én nem tudom. A Kreator TV-nél se voltam nagyon pozitív, de itt aztán végképp minden reményemet elvesztettem. Ott legalább szépen lassan történt valami, itt viszont ugyanott toporgunk, sőt, még vissza is léptünk egy időbe. Úgyhogy... Jó van, akkor viszont vissza a kiköszönésünkhöz, ami már majdnem 2 hete volt, ugye? Oké. Okay. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük szépen mindkettőnk aktív csatorna tagjainak a támogatás nélkülük, nem igazán jöhetnének létre ezek a videók. Így van, és köszönjük szépen a Broadcast Hubnak és a Studio 69-nek, hiszen ők biztosították számunkra ezeket a csodás helyszíneket és technikát, úgyhogy ezúton is nagy pacsi. Jó, nagy pacsi az. Nagy pacsi, mekkora. Találkozunk hamarosan, vigyázzatok magatokra, vigyétek a ceteket, és köszi Viktor még egyszer. Köszi, sziasztok! Hello!